Jó estét kívánok! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Üt az óra, úgyhogy kezdjük. A keretek, ahogy hirdettük, hogy 5-től 7-ig, de egy kicsit rövidebbre fogjuk, mert a múlt héten, hétvégén meghalt a Magyar Jezsuita Provincia legidősebb tagja, Dér Wolf János, Svédországban, és este 7-kor a Jézus Szíve templomban érte lesz majd a Szent Mise és a hálaadás és az ünneplés. A mai estét hadd mondjam, hogy könnyű Katit táncba vinni, de néha nem olyan könnyű. László atya nem kell nagyon részletesen bemutatni, elég jól ismeri, azt hiszem, mindenki, hogyha tanúságot tehet mindarról, amit kapott, akkor nagyon szívesen áll elő és adja tovább a meglátásait. De azért nem volt könnyű rábeszélni, hogy jöjjön le és legyen egy ilyen kis beszélgetés. Azt gondolom, hogy a szerénysége is nem a 95 éve van a háttérben, hogy ez volt a... De amikor aztán váltottunk és belementünk, akkor igen, hogy a jezsuitáknak és a jezsuiták baráti körének lesz ez a kis beszélgetés. Ezért, hogy tényleg bensőségesen, családiasan menjen a dolog, úgy történik majd az egész estének a rögzítése, hogy lesz egy központi képi hangi fölvétel, és ebből majd utólag fogunk az internetre föltenni anyagot. De itten kérem is, hogy a hangfelvétel, képfelvétel, az arra nincs szükség, mert majd lesz. Hogy az is segítse, hogy minél bensőségesebben lehessen beszélgetni. Az atya híres arról, vagy ismert nagyon arról, hogy nem a sablonokat mondja újra, hogy saját és mások elevenítő gondolatainak nagyon szívesen ad szót, helyet, és hát sokaknak nagyon nagy élménye voltak a könyvei, amik jöttek be már 90 előtt, és aztán 90 után Magyarországra, és aztán nagy élmény volt nekem is, még mint dobogókőn ottan, ugye a 90-es években már a Magyar Televízióval jól összedolgozva ilyen interjú sorozatokat, előadás sorozatokat fölvenni, és nagyon sok anyag ment a Magyar Televízióba Örsi László atyával. Ő mondta, hogy majd az életéről néhány fontos dolgot, alapvető dolgot mindjárt össze fog foglalni, akkor én azt nem is teszem. Talán annyit mondanék hozzá, hogy néhányszor volt közös ügyünk az Egyesült Államokban, ezért, azért, amazért, és akkor Washingtonban, vagy akárhol, ahol voltunk, az nagyon látszott, hogy nagyon ismerik, megbecsülik, fogadják, keresik, és nagyon, ha valami kérése van, azt nagyon akceptálja mindenki. Nemrég Chicagóban beszélgettünk, fölmerült a neve, és ott is azonnal, hogy hú, igen, hogyha spirituális dolgokban, egyházjogi kérdésekben, modern teológiával kapcsolatosan úgy keresnek előadót, hát még mindig nagyon erősen, szívesen fölmerül a neve. Hát ennyit azért gondoltam elmondani, talán eltűri a szerénysége mindezt, és akkor én át is adom mindjárt a szót. Szétküldtem a megbeszélésünk alapján ezt a témavázlatot, láthatták az interneten, e-mailben, Facebook oldalon, hogy a központi szerepe lesz a beszélgetésben, vagy az előadásban a zsinatnak, a zsinati meglátásoknak, a zsinati energiáknak, mi történt az elmúlt 50 évben, milyen kérdések merültek föl. Amikor megbeszéltük ezt a
mai estét és a témákat. Az olyan, mint az élet, ugye, hogy ez egy pillanatkép, de azóta az élet ment tovább, és a mostani pillanatkép egy kicsit komplettebbé rakta ezeket a kérdéseket. Hogy pontosabban hogyan is haladunk, akkor az mindjárt fogja mondani az Atya. Jelezte, hogy némi előzetes ismeretet föltételez majd a beszélgetés során, és hogy szeretné, hogy ténylegesen beszélgetés legyen, tehát hogy legyen alkalom kérdésekre. Ő is az a fajta ember, aki magától is mondja, de hogyha van egy beszélgetés dinamika, az szárnyakat ad, még plusz szárnyakat ad neki. Úgyhogy akkor én át is adom a szót. Isten hozott. Kedves hívek, nem is tudom, hogyan kezdjem. Bevallom, amikor besétáltunk ebbe a terembe, régi emlékek jöttek vissza, és valami úgy még mozdult bennem, megzavar, nem tudok jól kezdeni. Valamikor régen, a 40-es évek elején, én sokat jártam erre, ezekben a termékben. Akkor volt az, hogy még, ha valaki emlékszik rá, Varga Laci bácsinak a dörgő hangja hangzott az egész épületen át. Itt láttuk Páter Tornyosnak az egyenességét és szentségét. És itt találkoztam közelebbről a jezsuitákkal, mert én ciszterci gimnáziumban jártam Fehérváron, de itt ismertem meg őket az egyetemi kongregáció révén. És én egyetemi hallgató voltam, nem messze innét. Tehát jó idejönni. Isten hozott benneteket. Na most, miután ezt mondtam, adjunk hálát az Úrnak azért is, hogy itt vagyok. Tavaly októberben még történt az, messze innét, hogy egy szép őszi napon, meleg, kedves nap, megyek hazafelé, és az helyet, hogy lefelé néznék, ahova lépek. Fölfelé néztem, és nem vettem észre, hogy egy kavicsot rossz helyen volt. Ennek az eredménye az lett, hogy a kavics megtámadott engemet, és én elestem. Akkor nagy baj nem történt. Volt egy belső törés a csontban, amit össze kellett ragasztani, préselni, és minden jól ment. Azóta szinte az angyalok különös pártogása alatt állandóan javulási folyamatban vagyok. Még sántítok, de már nem nagyon. A fejemmel azt mondják, nem történt semmi baj. És ennek eredménye az, hogy amit én sose reméltem, ezen a nyáron itt vagyok újra. Tudjátok, 70 éve hagytam el Magyarországot. 1946-ban. És az első csoportban voltam a fiatal jezsuiták közül, akiket kiküldtek külföldre tanítani, remélve azt, hogy ott megtöltik a fejünket, és akkor frissen, képzetten valamikor visszajövünk. Tehát persze, mint tudjátok, ez olyan más, amit jobban ismertek, mint én, a vasfüggöny legördült, és azok a jezsuiták, akik kimentek, azután szétszorultak az egész világon. Végül is én Amerikába kerültem, és Amerikából jöttem, és a mesterségem címere az, hogy beszédeket adok, tanítok. Egész életemben tanítottam. Na most, beszélgetés, tanítás miről? A mai estének a programja. Lényegében két részből fog állni. És a két rész az egy keretben lesz bevezetés, és lesz befejezés. A bevezetésben ilyen általánosabb dologról fogok beszélni, a mai intellektuális, kulturális klímáról az egyházban. Ez nagynak hangzik, de egyszerű szavakkal fogom tenni. A befejezésben azt nem árulom el, azt majd meghalljátok, mi lesz. Na most a kettő között. Két rész lesz.
Az első az még gondolkodás, emlékezés, magyarázat a II. Vatikáni zsinatra. És ebben három kicsi rész lesz. Az egyike arra a kérdésre felel, hogy mi a zsinat. Mindenki beszél a zsinatról. De tudjátok, hogy én hirtelen nem tudnék egyetlen egy jó könyvet megnevezni, amelyik alaposan kidolgozta volna, hogy mi a zsinatnak a teológiája. Ezért mindenki beszél róla, de kevesen vannak, akik biztosak abban, hogy miről beszélnek. A második része szintén a zsinatról fog szólni, de más formában. Az első az ilyen elméletű lesz. Mi a zsinat? A második az inkább gyakorlati lesz. És hogy így mondjam, az első mint egy horizontális, mint egy fényképet csinálnánk a zsinatról, amikor ez itt működik. A második az inkább történelmi lesz, tehát hogy milyen folyamat ez. És hogyan történik a nagy változás a püspököknek a találkozásától a hívek között, a föld egyik végétől a másikig, akik ezt a zsinatot próbálják elsajátítani. Tehát én kerestem a szavakat, és a legjobb szavakat, amit találtam, az, hogy beszélünk a zsinatról, mint egy horizontálisan, ránézek, mi ez, azután beszélünk a zsinatról, mint egy vertikálisan, miféle folyamat ez az egyházban, figyeljétek, a zsinat az 4 évig tartott, illetve hát 4 ülés volt 4 éven át. De a folyamat az egészen más. A folyamat az történelemben van, tehát az valamikor kezdődött, valamikor folytatódott, és folytatódni fog. Meddig és hogyan? De hogy ne maradjak teljesen absztrakt, azért egy praktikus példát fog fölhozni, és ennek a példának különféle nevei vannak. Az, amit legtöbben hall az ember, hogy kollégialitás. Majd erről beszélünk, magyarra megmondom, miről van szó. A másik, amit mélyebb és jobb szó, szinodalitás. Hogy hogyan fedezték fel azt a püspökök, és hogyan próbálták nekünk átadni, és merre jutottunk. És itt húzunk egy vonalat. Na most. Ott lesz majd egy kis szünet, hogy ki tudjunk nyújtózkodni, és így tovább. És akkor a második részben ott először egy nagyon érzékeny pontot fogok fölvenni, és az, mondjuk ez lenne a negyedik, az új evangelizálás. Erről is sokan beszélnek, de én azt vettem észre, hogy amikor meghallgatom a beszédjüket, és erre sokszor nagyon nagy türelemre van szükség, akkor utána kérdezem, hát mi az új? És azt is kérdezem, mi az evangelizálás? És mivel én benne vagyok ebben a mozgalomban, hiszen ezt kellene csináltam reggeltől estig minden nap, azért mesélek valamit az én tapasztalatomról. Azután egy érdekes kérdést vetek föl. Ugye mindannyian halljuk, hogy jönnek emberek, és mondják, hogy én nekem a lelkiismeretem azt mondja, hogy ezt így is így kell tenni. Nem el jelenállni. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy valaki azt mondja, én lelkiismeretben meg vagyok győződve arról, hogy 2x2=5. Hogy kezeljük ezeket az embereket? Erről fogok beszélni. És tudjátok, ezek között van egy kis tapasztalat is. Mert hiszen a tanításnak, hogy mondjam, az iparjában vagyok, és napról napra állandóan találkozok emberekkel, akik gondolkoznak. És a gondolkozás olyan, hogy, mint tudjátok, sok felé vezethet. És akkor végül, aránylag röviden még valamit meg fogok említeni, tehát ez lesz a lelkiismeret. Hogyan kezeljük ezt? És végül meg fogok említeni valamit,
amit a zsinat is megemlített, de nem sok figyelmet tettek rá a zsinat után. Szeretnék egy kicsit, ugye az irgalmasság évébe vagyunk, úgy van? A bűnbánat szentségéről beszélni. Annak teológiai hátteréről, és mit jelent az, hogy hol vagyunk abban most, mit értünk meg abban, hogy mi az isteni, mi az emberi, és hogyan fejlődhet az egyház. És akkor utána jön a befejezés, ami nem lesz más lényegében, mint Isten áldását kívánok mindannyiótokra. Na most, kezdjük a bevezetéssel. Amit én mondok, azt én mind úgy akarom mondani, hogy a keresztény nép elé teszem a gondolataimat. És szinte azt mondanám, gyertek, vegyétek föl, azután keverjétek össze, nézzétek meg, mit lehet belőle kihozni, ami hasznos, és akkor beszéljetek nekem újra. Tehát, mielőtt egyes témákkal küzdködünk, mielőtt problémákat meghatározunk, hogy beszéljünk okosan és bölcsen cselekedjünk, fel kell mérnünk, hol állunk térben és időben. Na most, itt van, ami már réges-régen úgy mozog az értelmemben. És mozog azért, mert hiszen elég sokat olvasok a régi görög kultúráról, római kultúráról, többek között római jogot tanítok, azután hát a középkorral is meg foglalkozni, ugye, mert hiszen az egyház akkor erősen ki volt fejlődve, és amit én észrevettem ez, hogy nagy különbség van régi klasszikus kultúra és modern kultúra között. Hogyan? Először megmondom, hogyan, aztán megmagyarázom. Legyetek türelemmel. Mi a mai világban az állításnak a kultúrájában élünk. Mit értek ezen? Azt értek ezen, hogyha jön valaki, ez lehet társaságban, lehet iskolában, lehet egyetemen, lehet bárhol, szeret állítást tenni. Mi egy állító kornak a gyermekei vagyunk. Mi felfedezünk gondolatokat, és akkor azt mondjuk, hogy így van. Kérdezlek titeket, hány könyvet, vagy hány cikket olvastatok, mondjuk a közelmúltban, ahol a szerző próbál nehézségeket felhozni saját magának? Én nagyon kevésre emlékszem. Hány írás került a kezetekbe, ahol ott van Plátó dialógusainak a vidámsága, ami olyan, mint egy igen kifinomult teniszmeccs. Állandóan dobják a labdát az egyik oldalról a másikra, oda-vissza, és az elején és a végén szinte mindenki győz. Hány teológussal találkoztatok, amelyik nem azt mondotta, hogy az így van, hanem azt mondotta, nem vagyok benne biztos, de beszéljük meg. Na most. A régi kultúrának, a klasszikus római és görög kultúrának is, a klasszikus középkori kultúrának az egyik legnagyobb érdeme az, hogy a kérdések kultúrája volt. És a kérdésekből keletkezett megvitatás, de jó kedvel. Én például észrevettem azt, hogy nagyon sok ilyen teológiai kongresszusra mentem, és mindenféle más gyűlésekre, mindenki túl komoly. És az emberek túl komolyan veszik azt, amit mondanak. Na most, az állítás az annyit jelent, hogy én beásom magam. És akkor azt mondom, hogy így van, és elvárom, hogy ezt mindenki tisztelje. A másik, aki hallgat rám, az nem tud más tenni, mint így vagy úgy, megtámadja az én erődömet.
ellenségesség van. Ha én egy kérdést vetek be, ide ebbe a gyülekezetbe, itt most, azzal rögtön egy hídat építettem hozzátok. Mindegyikhez. Mert az értelmetek elkezd forogni, észreveszi a talányt, és próbál rá válaszolni. És akkor felföldözöm, hát mennyire jó ez a keresztény kinyilatkoztatásnak a megértésére. Mert hiszen Krisztus a kinyilatkoztatást soha nem próbálta egyeseknek adni. Olvashatjátok az evangéliumokat előről végig, és végtől el az eljeig, nem fogjátok tartani, nem fogtok helyet találni, ahol Jézus félrehíz egy apostolt, és akkor azt mondja, én neked adok most olyan titkot, hogy többinek nem mondok el. Ilyen nincs. Az isteni kinyilatkoztatás az az összes tanítványoknak adatott. Minden teológus, amelyik azt állítja, hogy ő neki olyan belátása van, hogy mindenkinek követnie kell, és nem teszi azt a közösség elé, ott valami nincs rendben. És ezt meg is lehet arról ismerni sokszor, hogy amikor ez folyik, ilyen viták folynak, akkor minden nagyon komor. Mert lehetnek ott százan, száznak mindegyiknek megvan az állítása, és végig kell hallgatni. De az igazság az, és itt Newman bíborost idézem, 19. század végéről az egyik legnagyobb teológusát az egyháznak, hogy isteni kinyilatkoztatás az a közösségnek adott. Ezért mindenkinek, aki gondolkozik az isteni kinyilatkoztatásról, el kell menni a közösségről, közösséghez, és elmondani nekik, hogy nézd, én így látom, te hogy látod? És akkor hidakat építünk. És tudjátok, mi történik? Az emberek jókedvűek lesznek. És akarnak még többet tudni. Elindult egy folyamat. De ma nem csak az egyházban is, de azon kívül is. Az állításoknak a kultúrájában élünk. Akarsz egy mosóport? Ez a legjobb. Láttatok már egy hirdetést, amelyek azt mondaná, hogy mi nem jó abban az anyagban, amit akarnak eladni? Igen ám, de vegyétek például Aquinas Szent Tamást. Ha fölveszitek a Summa teológiát, ami mondjuk a legnagyobb műve, azt találjátok, hogy ő azzal kezdi, mondjuk például, van-e Isten? És azzal kezdi, úgy látszik, nincs. Először emiatt, másodszor amaz miatt, harmadszor amaz miatt. Elmondja az összes elképzelhető ellenvetéseket, amire csak tud gondolni. Néha megy olyan messzire, hogy 9, általában 3. De a keresztény közösség nem így él. És például a politikai világban is. Ez az egyik problémánk. Hogy minden politikus hajlik arra, hogy állításokat tegyen, és akkor a közösségben nem indul meg egy ilyen megvitatás, a belátásoknak a kicserélése. Egy normális folyamat, hogy a legjobb a földszínre jöhessen. Tehát, ez csak egy bevezetés volt. De azt hiszem fontos, hogy a jövő fejlődése az egyházban, és ez nem az én dolgom, de azért megjegyzem, az egyházon kívül is, kulturális világban. Sokkal fürgébbeknek kell lennünk, hogy kérdéseket tegyünk és hallgassunk. És ezt vidáman megvitassuk, mint azzal, hogy kinevezzük magunkat profétának, és akkor prédikáljuk az igazságot. Természetesen van tanítóhivatal, és a tanítóhivatal az egy más dolog, nem arról beszélek. Mi a közösségek, keresztény közösségről beszélünk itt, hogy értsük még, mi az, ami életet visz az együttlétünkbe. Ebben a szellemben akarok beszélni, és ezt nagyon világosan akartam megmondani az elején. Na most, ebben a szellemben akarok a zsinatról beszélni.
És mint mondottam, ezt két formában teszem. Az egyik kérdés, hogy mi egy egyetemes zsinat? Horizontális, mint egy fénykép. Másod, milyen a folyamata az egyetemes zsinatnak a keresztény közösségben? Ez mindig történelmi. Az első az inkább álbont, abstract. A második majd személyekről fog beszélni. És ha visszatérünk a második vatikáni zsinathoz, akkor igen, kérdezzük, mi is lényegében egy zsinat? És vannak a feleleteim. Egy emberi valóság és egy isteni titok. Egy életesemény Krisztus országában, Isten népe között. De ugyanakkor az egy dinamikus valóság. Két forrásból. Isteni ajándék és emberi tudás és ügyesség. És ez a két eredet, ez összeszövődik a zsinatban. Tehát minden egyetemes zsinatban, mindegyikben, kezdettől fogva, mindig van egy emberi elem. És ez az, ami hozza a szenzációt. És ez mivel emberek vannak ott, az emberi, az tényleg emberi. Tehát nyilvánvaló, hogy ott lesznek összeütközések, lesznek harcok, lesznek saját maguktól kinevezett proféták, azok mind ott lesznek. De az is igaz, hogy az Isten kegyelmével, ami jó és szép létezik, az emberi, csak az emberi értelemben, emberi szellemiségben, az is megjelenik. De ezen kívül, ugye, mert egy emberi gyülekezet, egy isteni ajándék is, és ez az isteni ajándék, ez titkos. Ennek ezt Isten célja uralja, és Isten célja vezeti. Ezért van valami, amit nekünk aránynak könnyű leírni, van valami, amit nehéz leírni, éppen azért, mert az isteni titoknak a világába tartozik. Tehát két elem van, amikor a zsinatra nézünk. Na most, itt az a kérdés, hogyan tesszük föl, hogyan végezzük a zsinatnak a vizsgálatát. Ott először is. Emlékezzünk arra, hogy amikor valaki próbál megérteni egy valóságot, egy történelmi folyamatot, akkor ottan egy ilyen különös találkozás van. Ott van a valóság, amire ő néz, de amit ő nem tud teljesen átlátni, és ugyanakkor ott van az ő maga belső világa. És ebből a belső világból nézi ő, amit kívül van. Tehát úgy két személy egész másképp nézhet egy eseményre, és egész másképpen ítélheti meg. Nem csak attól függve, hogy mi történt ott, hanem attól függve, hogy mi van már az ő belső értelmében és szellemiségében. Na és a második vatikáni zsinattal is egy kicsit így vagyunk. Az első írások, amik ellepték az egyházat, azok arra a kérdésre válaszoltak, hogy mi történt a zsinaton. És akkor jöttek ezek a, hogy mondjam, érdekes beszámolók, hogy egyik kardinális hogyan veszítette a kalapját, és a másik hogyan veszítette a harmadikkal, és így tovább, és ez érdekes. És ezzel teli volt a világi sajtó, és teli volt a katolikus sajtó. És ez a maga módján igaz is. De mivel mindenki, aki lát valamit, látja a valóságnak egy részét,
és valamiképpen átalakítja azt az értelmében. Az ilyen beszámolók, azok félbeszámolók. Értékük van? Nekünk tudnunk kell, amennyire csak lehetséges, hogy mi történt ott. De abból, hogy a szemünk mit lát, mélyebb értelmezés nélkül, az egészet nem tudjuk megérteni. Különösen áll az, hogy, mint mondtam, a zsinat isteni ajándék. És mivel az isteni ajándék, azt az ajándékot csak egy hívő személy tudja megérezni és megérteni valamit belőle. Senki más nem. Ez annyit jelent, hogy tovább kell menni, mint azt kérdezzük, mi történt. És hogy megyünk tovább? Általában úgy megyünk tovább, hogy azt kérdezzük, mit mondott a zsinat? Na most, mit mondott? Akkor is elemezhetjük azokat a szövegeket, mondatokat, amit a zsinat ránk adjunk. Elemezhetjük emberi bölcsességgel és okossággal. De ugyanakkor van valami azokban a szövegekben, ami több, mint emberi okosság és több, mint emberi bölcsesség. Tehát leírhatjuk az eseményeket a zsinatról. Azután elemezhetjük mindazt az iratot, amit a zsinat kihozott. Ezt tehetjük emberi ügyességgel, és egy kerek históriából kijön, de nem a tárgyas. Ha valaki ezt hittel olvassa, akkor egy új fény van a szöveg mögött, új fény van ő benne, és észreveszi, hogy itt sokkal több történik, mint amit a földszínen lehet látni. Tehát a zsinat értelmezésében ott nem elég az, hogy valaki olvassa a szövegeket, hanem a hit szemével a szövegek mögé kell menni, és keresni azt, hogy mi történik ott. És ez nem könnyű. Ilyen irodalmunk még aránylag nagyon kevés van. Én ismerek néhány írást, amelyik még erősen ebben az irányba, de általában véve a zsinatról való írásoknak nagy része az még leírja az eseményeket, elmondja, mi van az iratokban, többé-kevésbé emberi szemmel. Még kevés irodalmunk van arról, hogy mi az Isten műveit. Mert ugye, ami történik, és itt már megyek át a másodikba, mi történik? A zsinat az nem csak egy ülés, nem csak iratoknak a kiadása, hanem egy nagy esemény. És itt van a probléma, ahol probléma mi nekünk embereknek, ahol mi megállunk. A zsinat az része Isten országának, Isten országa kibontakozásának emberi történelem. Valamiképpen az Isten jósága árad ki azon keresztül, és valamiképpen, ami ott történik, amit ott mondanak, az mindenkit érint. A megváltó mű folyik ebben. És mondhatnánk így is, kezdetben, vala az Isten, aki a világot teremtette, ugyanaz az Isten. Amikor a megváltás ajándékát hozta nekünk, az egy nagy, hatalmas történelmi folyamat. Az ő fényével és az ő erejével eseményeket hozott létre, mint mondjuk Krisztus országában, aminek a célja az, hogy Isten házát itt a földön építse.
Szinte az is belépett a gondolatomba, hogy ameddig, ami azt kérdezik, mi a zsinat, az mondjuk erősen elméleti, de amikor azt kérdezik, hogy milyen események történtek ott, most már nem csak szavakról beszélünk, akkor az egy esemény, ami Istenben gyökerezik. És ebből következik az, hogy a második vatikáni zsinat, az valamiképpen titokzatosan, Istenben sokkal előbb megindult, mint mielőtt 23. János pápa azt összehívta. Ebből következik az, hogy a zsinati ülések alatt, ahol a püspökök harcoltak, ahol néha egymás szép neveken szólították, az nem volt minden. Az emberi magatartások mögött egy isteni esemény folytatódott. És ha azt kérdezünk, hol állunk mi most, én azt mondanám, mi ott állunk, hogy már a természetes leírásokkal van annyi, amennyire szükség van. De nézzétek csak! Jó néhány évvel ezelőtt egy nagy vita robbant ki az egyházban. Nem tudom, Magyarországot ez mennyire érintette, de nálunk Amerikában biztos, hogy az egyházi irodalmat nagyon erősen érintette. Amikor úgy látszott, hogy két párt van az egyházban, az egyik azt mondja, hogy a zsinat az egy törés volt az egyház életében. Tehát ezt ki kell javítani. A másik azt mondja, nem. Az folyamatosság volt az egyház életében, tehát folytatni kell. Ez olyan leegyszerűsítése nagyon komplikált valóságoknak. Az igazság az, hogy azok, akiket Isten megszentelt szentségben, mint az apostoloknak az utódját, azok próbáltak mélyebb megértést találni a mi hagyományainkban, és bizonyos pontokon ez egyszerű, világosan látható folytatás volt, bizonyos pontokon azoknak, akik nem ismerik ennek az egész folyamatát, úgy tűnt föl, hogy törés. De igazából, amikor valaki azt kapja, ugye ha valaki itt olvasta az irodalmat, akkor emlékezhet arra, hogy két tábor volt tulajdonképpen. És az egyik tábor az volt, hogy mindent úgy kell értelmezni, hogy az csak valami folyamatot jelent. A másik azt mondotta, nem. Sok mindent úgy kell értelmezni, ők azt mondták, törése múlt, de nem volt tulajdonképpen törés, csak meglepetés nekünk. Mert az értelmünk még nem jutott oda, hogy azt megértsük, és ott megértették a püspökök, ott voltak. Remélem, hogy ez eléggé világos. Nekem sokszor homályosnak tűnt fel, és lassan-lassan dolgozok bele, hogy jobban értsem az egész folyamatot. De most mindenre adok egy példát. És ez a példa az úgynevezett kollegialitás vagy szinodalitás. Kedves atya, hadd szóljak közben, most már beszélsz 38 perce, nagyon jó, én segíteni, illetve remélem, hogy hozzájárul a dologhoz. Elég hangosan mondom? Mielőtt tovább mennénk a kollegialitásra, ha szabad kérdezni, nem látom meglepőt, kezdtünk nagyon komolyak lenni. És azt te azt mondtad, hogy a komolyság az az állítás kultúrájának a része. És gondoltam, megkérdezem, mielőtt tovább megyünk, mondtad azt, hogy a zsinat, mint emberi esemény, és mint isteni titok és ajándék. Esetleg élnénk a Summa teológiának a módszerével, hogy valóban az, hogy emberi esemény, az igen, de isteni ajándék, az micsoda? Az beleférne, hogy úgy tűnik, mintha nem lenne isteni ajándék.
Ezért, meg ezért, meg ezért. Van erre mód, hogy így erre kérdéseket tegyünk? Hogyne, lehet. Már ilyen kérdést lehet venni. Aha. De én azt ajánlom, igen, hogy még ezt a példát jó, megadom, mert jó, akkor az egész egy jobban fölvilágosodik. Jó? Jó? És akkor jó, erre visszatérünk. Gondoltam egy kis intermezót, hogy a figyelmet jobban oda tereljem. Jó. Akkor. Ez segít tovább menni, és visszatérek egy pillanatra erre az úgynevezett kollegialitásra, szinodalitásra, és így tovább. Mit jelent ez? Lényegében két felfogás van az egyházról. Ez egy kicsit egy leegyszerűsítés, de a leegyszerűsítés a valóságnak a lényegét mutatja. Két, hogy úgy mondjam, Az egyik felfogása az egyháznak az egység olyan értelemben, hogy emberi személyekből áll, de ezeket az emberi személyeket egy lélek tartja össze, és az Istennek a lelke. Ezért mindenki, aki igaz hittel, reményre, szeretettel él, az Isten országának az építésére van hivatva. És akkor rögtön innét lehet tovább menni, hogy például a laikusoknak mi a szerep az egyházban. Ez az egyik felfogás. Ezt fedezték föl a püspökök a zsinatnak az elején. Nem elméletben, hanem gyakorlatban. Amikor a püspökök elé tették az előkészítő iratokat, és azok azt átolvasták, azt mondották, hogy mi nem ezt akarjuk. Erre nagy meglepetéssel a rómaiak azt válaszolták, de hát ezt már a Szent Atya jóvá hagyta, nektek csak alá kell írni. És a püspökök azt mondták, hogy nem. Ez egy egyetemes zsinat. Mi együtt gondolkozunk, együtt dolgozunk. És itt nem akarok részletekbe menni, de ami történt, az az, hogy lényegében a püspökök félre sodortak majdnem mindet, kb. 80%-át annak, ami elő volt készítve, és megpontolva a keresztény hagyományt, az egyháznak egy új képét tették elénk. Ezt találjuk meg az egyházról szóló nagy konstitúcióban. És amikor aggályos emberek elmentek János pápához, és azt mondották, hogy vigyázzon, mert itt a püspökök túl szabadok lesznek, és akkor utána nem fogja majd, elszaladnak a zsinattal, és utána nem tudja őket visszahúzni. És erre János, a Szent Pápa azt mondotta, a Szentlélek ő bennük is dolgozik. És hagyta, hogy a zsinat vezesse őt. Zsinat vezesse, de soha nem úgy, hogy az utolsó szó ne legyen az övé. Soha nem úgy, hogy azok tehetnek valamit annélkül, hogy az ő neve egy iraton ott legyen, mint a végső pecsét. Itt valóságban, ami történt az első ülésen, megszületett az egyetemes zsinat. Na most, a püspökök azt akarták, hogy ezt valamiképpen elméletben is kifejezzék. Mert ez őket is meglepte. Mit jelent az, hogy mi egység vagyunk, és mi mint egy egység dolgozunk. És lassan-lassan ezt próbálták kifejezni, hogy úgy mondjam, mondatokban, doktrínában. És érdekes az, hogy akkor volt egy ellenállás. A püspököknek körülbelül 80%-a, legalább 90 sokkal közelebb van hozzá, az azt mondotta, hogy ezt valahogy most át kell vinni az egyháznak az egész életébe. Hogy például plebániákon fedezik föl, hogy a Szentlélek tényleg működik mindenkiben, akiben van élő hitreményét szeretet. Nem egyszerűen, akinek van keresztelő levele.
hanem akiben él hit, remény és szeretet, és megmutatja a cselekedeteiben. És azokat be kell vonni. Ha nekünk ez sikerült, valószínűleg ott is fog sikerülni. Plebániákban, egyházmegyékben, szervezetekben, mindenütt. Mert minden keresztény valamit hordoz, miből? Az Isten lelkéből. De mondom, ha van élő hitereménye, szeretete. Nem akkor, ha van neki egy papírja. És a zsinat végéig a harc folyt. Az ellenállás mondjuk 20%, de mondom inkább 10%, én csak nagy lelkű akarok lenni, valóságban csak 10% volt, az történt, hogy ezek soha nem tudtak megegyezni. És a végén, mivel a zsinat mint egy ezen a ponton nyitva maradt, a zsinat után egy ilyen szabadás történt az egyházban. Sokan felfogták ezt az ideált, mások nem értették meg, és azok még mindig úgy gondolkoznak, hogy valamiképpen az egyház olyan volt, mint egy háromszög, vagy piramid, vagy hasonló, és akkor fölülül jönnek ki a parancsok. Ugye, és akik itt vannak, azoknak a dolga az, hogy engedelmeskedjenek. Természetesen kell engedelmesség is. Sokszor azt a helyzet finomítja ezeket a megközelítéseket. De a zsinat ezt nyitva hagyta. És a zsinat után is nyitva van. És ez itt van az, hogy a mai egyházban is. Ott van még a régi küzdelem, ami kirobbant a zsinaton. A többség, de amik nem tudta elérni azt, hogy kadjon egyhangúságot és azzal megszavazzák, tehát soha nem jött ki formálisan egy írásban, de a folyamat ott volt, az energiák ott voltak. A másik, amelyik ellenállt, és ez azóta is folytatódik. Ez normális. Nagy fa lassan nő. Nagy belátások lassan élnek meg. Édes gyümölcsnek hosszabb idője van szüksége. És ez folyik ma. Szóval értsük meg, hogy ilyen folyamatban vagyunk, ahol ami ott elkezdődött, az itt még ma is, itt mi közöttünk folytatódik. Ténylegében ez a példa. Na most, ajánlom azt, hogy talán álljunk be egy pillanatra. Mert majd szükség lesz rá? Nem mondtad, hogy majd... Szóval a kérdések kultúrája jegyében te állítottad, hogy a zsinat az egy emberi esemény, és hogy a zsinat az egy titkos isteni esemény. Nem, a zsinat egy emberi és isteni esemény. Igen. Soha nem csak emberi esemény, soha nem csak isteni esemény. De az isteni eseményben, történelemben a zsinat folytatódik. Ezek a kérdések, amiket a zsinat először megfogalmazott, azok élnek. És ezek élnek körülöttünk. És szükség van arra, hogy ezek a kérdések folytatódjanak, hogy legyen vidám megvitatása a különféle nézeteknek, és ha ez megtörténik, a lélek szabad arra, hogy segítse a közösséget, hogy végleg valahogyan majd egy hasonló nézetet éljenek. De ebbe idő kerül. És a zsinat az belép az egyház életébe, erre egy másik példát hozok föl, vegyük például az első zsinatot, ami volt 325-ben, és ott kezdték megfogalmazni a hitvallást, amit mi mindig mondunk a Szentmise alatt. Mi történt ott? Gondoltatok néha arra, hogy egy hatalmas ilyen dialógus. A negyedik században 318 püspök megfogalmazott egy hitvallást,
Az a hitvallás nagyon lassan, 200-300 évbe került, elöntötte az egyházat, belépett a liturgiákba, és akkor mi tegnap összejöttünk a Szentmisén, és válaszoltunk nekik. Ment a visszhang, hogy a mi közösségünk ugyanazt hiszi, amit ti hisztek. És az egyház az egy nem csak térben, hanem időben. És én azt hiszem, ami történik ma, hogy amit a második vatikáni zsinat mondott, azt lassan-lassan kezdjük jobban megérteni. Én például sokkal jobban értem ma a zsinatot, mint amikor ott voltam körülötte. Akkor én olyan voltam, mint egy kisfiú, aki az erdőben jár, látja a fákat, de nem vesz észre az erdőt. Ma viszont 50 év távolságában látom az erdőt, és az erdő hirtelen olyan nagy, hogy nem tudom, hol kezdjem, hogy megmagyarázzam. És ez történik ma. És ezért van az egyházban szakadás. Ami nem szakadás igazából. Keresés. De ezért nagyon fontos, hogy a keresés az mint egy organikusan történjék, ezért adtam az egész bevezetést, nem állítások, hanem kérdések formájában. És azért adta Isten a szentségileg kiválasztott társaságot, akik a püspökök, hogy valamiképpen ők is majd összhangba jöjjenek, és akkor ők a pápával együtt rátegyék a pöcsétüket arra, ami fejlődött. Mikor jön ez? 200 év múlva. De ha megértjük azt, hogy mi egy átmeneti generációban vagyunk, sokkal könnyebben tudjuk ezeket a dolgokat kezelni. És ebben vagyunk. Ezért fontos az, hogy olvassunk, ezért fontos az, hogy képezzük magunkat, ezért fontos az, hogy nyilvánítsuk is a magunk véleményét. Mert, mint Szent Benedek mondja, a kolostorban mindig meg kell hallgatni a legkisebbet, mert a Szentlélek néha azokon át is dolgozik. És ez nem csak egy kolostor, ez áll egy plebániára is. És lassú, a dolog lassú, miért lassú? Mert az értelmeknek kell megváltozni. Tehát mi még a, ezt majdnem úgy mondom, mint egy állítást, de majd ti megmondjátok, hogy rossz. Én például meg vagyok győződve arról, hogy még nagyon hosszú út van ránk, hogy kiépítsünk egy ilyen közösségi mentalitást az egyházba. Tehát, hogy mi közösségben gondolkozzunk. Hogy a püspökök közösségben gondolkodjanak. Ehhez az kell, hogy az értelmünk átalakuljon. És ne csak arra gondoljunk, hogy én mit teszek, én mit nem teszek, így van, úgy van, hanem hogy hogyan tudjuk a közösséget meggazdagítani. Ma még ez, erre, mint mondom, nagyon hosszú út van az egyházban, hogy tényleg, mint ahogy nem tudom, én például ezt észrevettem, bizonyos helyeken, nem tudom, elmentek Svájcba, vagy hasonló helyre, láthatjátok, hogy a kisgyerekeket már államiskolától kezdve a demokráciára kezdik tanítani. Tehát, hogy gondolkozzanak az egész nemzet érdekében. És hogy mi gondolkozzunk az egész egyháznak a keretében, és nem a mi saját érdekünkben, vagy egy kis csoportnak az érdekében. A nagy zsinatoknak azt lehet mondani, mindig századokra volt szükség arra, hogy az igazi hatást magukra tegyék. Az egyházra tegyék. És a visszhang jön aztán, és második vatikáni zsinatnak is. A visszhang fog jönni a világ végig, mert ez beleépül majd az egyháznak az életébe. Ennyi mondjuk az első részre. Most akkor én megkérlek, hogy foglalj helyet egy-két percre, néhány percre. Jó. És akkor egy első merítést csináljunk, egy rövid visszajelzés, csak egy-egy szó, vagy maximum egy mondat, vagy ha van egy kérdés,
akik itt ülünk, hogy vajon mi az, ami átjött. Egy kis visszajelzés neked is, mielőtt rátérünk akkor az új evangelizációra, a lelkismereti szabadságra, és aztán a bűnbocsánat szentségének egy új megközelítésére. Majd valahogy jó, akkor ha valaki akar egy kis visszajelzést adni, tényleg csak egy kérdés, vagy egy szó, vagy egy mondat, hogy mi fogta meg, mi az, amíg eddig gazdagította. Egy utolsó gondolat kérdésként, hogy ha a közösségbe próbálunk gondolkodni, ahogy ön mondta a problémaként, hogy így mondjam, akkor nem csak a püspökök közösségébe, hanem ha fel van jogosítva minden hívő, akkor a hívők közösségébe, vagy a világi apostolkodásában is kéne gondolkodni. Igen. Nem tudom, hogy látja. Igen, nincs más válaszunk, mint igen. Egyébként ez egy nagyon gyönyörű, sajátos dolog, hogy ritkán szokták a kollegialitással, szinodalitással kapcsolatosan mindezt az egyházközség és a helyi egyház és a plébánia szintjén ennek a fontosságát is, hogy ott él igazán, mindig a püspökök szintjén van. Következő? Na most talán Szabó Csotya. Igen. Mondhatnék valamit? Nekem szükségem van arra, hogy 5 percet szabadon lélegzek és kinyújtom magamat. Ők is, adjuk meg ezt nekük is. Jó. És akkor 5 perc múlva folytatjuk. Akkor mindenki álljon föl, ha akar. Kérem, hogy foglaljunk helyet. Aki hátul van és jön be, éppen János, becsukod az ajtót? Akkor a zsinat, és hogy mi történt az elmúlt 50 évben, milyen kérdések feszítenek. Még hadd emeljem ki, visszatérve az első részhez, azt a nagyon-nagyon világos, egyszerű és éltető hangsúlyt, ami a szinodalitás és a kollegialitással kapcsolatban elhangzott, hogy mindez a mindennapi élet szintjén, a helyi közösségekben, egyházközségben, plébánián, hogy ott ennek a hite, hogy ez valóban ez él, és erre szükség van, és hogy ez az, amit az Isten nekünk ajándékul ad, hogy a lélek szólhat minden élő hitű ember által. És akkor a második rész. A második rész. És most új fába vágom a fejszémet. És egész komolyan mondom, egy olyan fában, ahol nekem segítségre van szükségem. De ehhez szükséges az, hogy mondjak valami történetet a saját életemből. Mert az a probléma, amit ott fölhozok, az első sorban gyakorlati probléma, amivel én találkoztam. Na most elmondom, hogy jöttem ehhez. Hogy mint tudjátok, én Amerikában tanítom. Na most, Amerikában tanítottam az úgynevezett katolikus egyetemen, Washingtonban, amelyik a püspököknek az egyeteme. És ott én lényegében egyházjuknak a történetét tanítottam. Na most, 1971-ben elértem a 70. évemet. És az akkori törvények szerint nincs mese, nyugdíjba mész. Hát mese volt, de nyugdíjba mentem. És összepakoltam mindent, elmentem New Yorkba. Nem került többe, mint azt hiszem egy évbe, vagy kettőbe. Kapok egy meghívást, ami jött szintén Washingtonból, az úgynevezett Georgetown Egyetemről, amit jezsuiták alapítottak, és ami
világi cél, hogy mondjam, világi tantárgyakat tanít elsősorban. És a jogi fakultásnak a dékánya azt mondja, engem már ismertek ott, már előzőleg is onnan elmentem, adtam előadásokat, meg ilyesfélét, és ide hallgass, tudod, hogy a törvény megváltozott. Többé nincs élethatár. Lenne kedved hozzánk kell jönni? Erre a másik egyetemre, ugyanabban a városban. Hát mi erre az okos válasz? Megy, jövök. Gyere. Oda mentem, és ott találtam magamat az Egyesült Államok legnagyobb jogi fakultásában. 2600 növendékünk van csak a jogi fakultáson. Egyetemen 14 000. 14 000 a különféle fakultásokon. És akkor én nekem gyakorlatban szabad kezet adtak arra, hogy taníts, amit akarsz. De hát józanul értve, nyilván nem orvostudományt. És én akkor elkezdtem ott is folytatni, amit csináltam, hogy egyházjogot tanítok. Az érdeklődés elég alacsony volt. És hogy gondolkoztam, a növendékeknek egy kisebb része katolikus. A tanároknak van körülbelül 100 rendes tanár, egy nagyon kis része katolikus. Hogy tudok én katolikusan beszélni azoknak, akik nem ismerik a katolikus egyháznak a lényegét? És akkor jutott eszembe, amire addig nem gondoltam sokat, itt nem lehet, nem vagyunk azon a ponton, hogy a hitet erőltessük, mert hiszen mindenféle hit létezett ott a növendékek és a tanárok között, de emberi bölcseletre van szükség. És azt mondta magamnak, ide hallgass barátom, te kaptál jó képzést Rómában, bölcseletben, később Lővenbe kerültem teológiára, és a teológia nagyon erősen bölcseletre volt építve. Később azután Angliába fejeztem be a jogi tanulmányomat, és ott megismertem a modern bölcseleti folyamatokat, hogy úgy mondjam, hullámokat. Aha, mondom, ez egy jó út, mert én beszélhetek az emberi személy keresztény megértéséről, annélkül, hogy használom még a keresztény szót is. És elkezdtem tanítani a bölcselet történetének a mesé vagy a történetét lényegében. És ez nagyon érdekes felfedezésre vezetett. Ami összefügg az új evangelizálása. Ugye, hogy jól tudjon az ember tanítani, különösen kisebb osztályokban, mert mi nálunk kisebb osztályokban dolgozunk, nekem általában nincs több mint 20 növendékem egy osztályban. Én az iskola év, vagy a fél év elején próbálom kitérképezni azt, hogy mi van a tanulóknak a fejében. És ezt meg lehet csinálni okosan, ügyes kérdésekkel. Vagy 20 kérdést feladsz nekik, és ez megadja az összes kulcspontokat, az, hogy mi van a fejükben, annélkül, hogy személyeskednél. Hogy ezt ismered, azt nem ismered, ezt szereted, nem szereted, és így tovább. Egy jó képet ad nekem. És lényegében nem tudok más mondani, hogy ez a megközelítés, ez nagyon jónak nem csak látszott, hanem lett. És mintegy az egyetemnek a programjába egy ilyen kis részben, ha úgy tetszik, de ez megmaradt egy stabil dolog. Az én kurzusomat úgy lehetne leírni, hogy mi most idejöttünk egy fél évre, és tudjátok, mit csinálunk? Játszani fogunk Plátóval, Arisztotelesszel, Szent Tamással, Lokkal, Kánttal, még Marxal is. Próbáljuk megérteni, hogy mi volt az ő értelmükben, és akkor próbáljuk egymással összehasonlítani őket. És ennek a vége az lesz,
hogy akkor te neked majd fel kell fedezni, hogy mi a te filozófiád. Tehát itt nincs semmiféle erőltetés, mindenki szabadon beszélhet, szabadon kérdezhet. Nem akarok egyetlen egy iskolának a véleményét is rátok tenni, de akarok mindegyikről beszélni. És hát ez sikerült. Ez annyira sikerült, hogy most itt vagyok, már elküldték, 22-t engednek be az osztályba, már mind 22 el van foglalva. De valamit, amit felfedeztem, az ez. A hallgatóság, mint mondom, minden felől jön, az egyetem maga nem egy helyi egyetem, akár egy városban van, hanem a növendékek jönnek minden irányból. És amit felfedeztem, hogy ezek a fiatal értelmek, na most akik hozzám kerülnek, azok általában mind 25-26 az év körül vannak, ugye ezek már a doktorátusra, meg hasonlóra készülnek. És észrevettem azt, hogy itt a keresztény titkokról beszélni, az annak nincs sok értelme. Mert az emberek meghallgatnak, de a végén mosolyognak, és azt mondják, milyen érdekes. Persze, én ebben nem hiszek, de legyünk barát. És most, hogy bizonyos statisztikai szigorúsággal beszéljek. Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondom, hogy a növendékek általános amerikai nép jönnek Kaliforniából, New Yorkból, mind az egész országból. Vannak néha idegenek is, de nem sokan. Azoknál van egy jellegzetesség, amit hoztak magunkkal előző iskolákból vagy családból, hogy ők szelíden és nem támadóan, de nyugodtan mondják, hogy abszolút igazság nincsen. És mosolyognak hozzá. Erre én ilyenkor, attól, hogy kivel beszélek, úgy megjegyzem, abszolút igazság nincsen, kivéve az, hogy nincs abszolút igazság. De az abszolút. Ezt néha észreveszik, mit jelent, néha nem veszik észre. De itt a probléma. Hogyan prédikáljuk ennek a nemzedéknek Krisztust? Én vagyok az igazság. Egy egész más világban élünk. Normálisan olyan körökben, ahol én mozgok, tehát egyéni színvonalon, ott nincs vallás ellenes beszéd, vagy ilyesmi, az nagyon-nagyon ritka lenne. De egy kicsit úgy van, mint mi az igazság. Na de, most ha valakinek már ez van az értelmében, és ezzel dolgozik, és ezt találja kívül, akkor én mondom neki, hogy Krisztus az igazság, mit válaszol? Milyen érdekes. Milyen érdekes, de legyünk barátok. És igazán barátok lesznek. Na most. Hogy kerül ez mind össze az új evangelizálással? Hát ugye ezek, akikkel én találkozok, ezek képviselik mondjuk az emberi társadalom neveltebb részének és jó részének az általános felfogását. Nem akarok túlozni se egyik irányba, sem másikba. De képviselik. És az a kis százalék, amelyik azt mondja, hogy van abszolút igazság, az lehet zsidó, az lehet katolikus, lehet református, de ez egy kis százalék. Hogy prédikáljuk Krisztust egy olyan értelemnek, amelyik nem hisz az abszolút igazságban. Amikor Krisztus azt mondja, én vagyok az igazság, ez üresen hangzik. Mert az értelem ezt rögtön földolgozza,
és nyugodtan mondja egy a sok közül. És nagyon az ilyen nagy általános elfogadása mindenféle vallásnak nagyon el van terjedve. Az egyik olyan jó, mint a másik. Ezt elmondtam bevezetőnek, hogy lássátok, ez 20 év tapasztalata van mögötte. Körülbelül 20 éve tanítok ott ezen a Georgetown Egyetemen. És az én értelmemben előbb vagy utóbb ugye fel kellett ébredni a kérdésnek, mi az, hogy új evangelizálás? Itt nem lehet Krisztussal kezdeni. Miért? Mert az értelem olyan állapotban van, ahol az alapvető dolgokat nem tudja fölfogni. Erre jutott. A nevelése révén, a társadalom révén, az, ami ott van a levegőben. Tehát, mit kell nekünk tennünk, hogy az igét prédikáljuk? És nem jött más az értelmembe, mint hogy itt egy új feladat áll előttünk. És én világos nem beszélek Magyarországról. Én elhoztam a magam tapasztalatát, ti sokkal jobban tudjátok, mi van itt. Tehát nem akarom még távolról se azt érinteni, hogy milyen problémák vannak itt. De a tapasztalat, amit én összeszedtem, az itt is hasznos lehet. Hogyan tudunk egy társadalomban, amelyik nem hisz abszolút igazságban, az abszolút igazságot hirdetni? A kizárólagos igazságosságot. Ahol azt mondani, hogy nem minden vallás egyenlő, az szinte, egy vallásos szót használok, szentségtörés. És én azt hiszem most, hogy a nyugati világban, és most már beszélek általában Európáról, hiszen minden évben jövök vissza Európába, nem vagyok teljesen tudatlan. Ez egy eléggé elterjedt magatartás. Tehát, ha az új evangelizálás az annyit jelent, hogy valamiképpen új formában megyünk és az evangéliumot hirdetjük, és rögtön azzal kezdjük, hogy Isten emberré lett, nem jutunk sehova. Mert az értelmet nincsenek előkészítve. Az értelem nem tudja befogadni azt, hogy van tényleg egy abszolút igazság, amiből születtünk, amiben élünk és afelé megyünk. És nekünk ez egy abszolútum. Ebbe egyszerűen nem lehet habozni. Ha ez összeesik, akkor minden összeesik. És így lassan-lassan kialakult bennem a kérdés, hogyan tudjuk az értelmet gyógyítani? És ez egy nagy kérdés. Amióta átjöttem Amerikából, nincs olyan nap, hogy engem meg ne kérdezzen valaki az amerikai elnökjelöltekről és a választásokról. Nem megyek bele részletekbe, de az biztos, hogy az egyik probléma, ami emögött van, az, hogy a nép nem gondolkozik kritikusan. Ez állítások világa. Valaki rengeteg pénzzel föláll, kiabál, még több pénzt ad ki, és rászavaznak. Megfélelmíti az embereket. Mi történik, ha ennyi és ennyi menekült jön, és akkor őre szavaznak. Nem gondolkoznak kritikusan. Én is azt hiszem, és itt úgy állok előttetek, hogy szívesen elfogadok minden ellentmondást. A legnagyobb krízis a nyugatnak az az emberi értelem elveszítette teljes képességét, hogy az abszolút igazságban gondolkodjon. Na most ott lehet veszély, ugye, mert ha az abszolút igazság az egy őrültség, akkor az egész társadalmat őrültségbe viheti. Tehát vigyázni kell, hogy hogyan használjuk ezt. De lassan-lassan kialakult bennem ez a nézet, és mit mondom, itt vagyok, és
szívesen hallgatok minden ellenvetést. Ahhoz, hogy evangelizálni tudjunk, és ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy Isten elküldötte a fiát, hogy megváltsa a világot, ahhoz van szükség, hogy először meggyógyítsuk az emberi értelmeket. Most ez engemet egy rendkívül önző magatartásra vitt. És az, hogy mindenek után az egyik legfontosabb feladat a jövőben itt nyugaton. Hogyha mi józan a politikákhoz akarunk élni, nem csak Amerikába, akkor az emberi értelmet kell gyógyítani. Visszamenni a nagyokhoz, akik megértették, mi az emberiség, egy Plátó, egy Arisztotelész, egy Nagy Szent Tamás, és így tovább. És az első dolog az iskolában, hogy megtanítsuk az embereket gondolkozni és kritikusan gondolkozni. És amikor ez megvan, és arra vittük az embereket, most figyeljetek, hogy az ember hisz magában, akkor utána lehet Jézus Krisztusról beszélni. A krízis, krízisnek az oka, hogy az emberek nem hisznek Istenben, még kevésbé Krisztusban, ahol nem hisznek. Szóval nem vagyok se passzionista, se optimista, az ilyen nyelvezet engem nem érdekel. De ez egy valóság. Baj gyökere abban van, hogy az ember nem hisz többé saját magában. Elveszítette a hitet abban, hogy képes, mint Isten gyermeke, az igazságot megragadni, és azután menni. Itt van a bajnak a gyökere. És amire első szükség van, hogy az embereket visszahozzuk egy régi, vagy ha úgy tetszik, új hitbe. És az, hogy én hiszek az értelmemben. És amikor én hiszek az értelmemben, hogy én be tudom fogadni az igazságot, akkor igen, itt vagyok. És mint réges-régen történt az Aerobaguson, Athénben, amikor Szent Pál megérkezett, a görögök hittek abszolút igazságba, ezért veszekedtek rajta. És Szent Pál mondja, én először nektek az ismeretlen Istenről beszélek. De lehetett velük beszélni, mert érdekelte őket. Legalábbis egy részét. És ha tévedek, itt vagyok. Mondjátok. De én azt hiszem, a krízis az, hogy visszavezessük a nyugati társadalmat abba, hogy higgyenek az emberben, akiben van egy szellem, amely képes arra, hogy a valóságot megragadja, és képes arra, hogy az igazságot állítsa, és képes meghalni érte. És ha egy ilyen személlyel találkozok, ott lehet akármilyen nézet különben, annak én rögtön mondhatom, hallgass ide, az igazság az itt járt közöttünk, Isten emberi formában, az felfigyel. De akiben ez az első alapok nincsenek még, azt nem tudja, mit csinálja. Nem tudja, mit csinálja, és azt mosolyog. Mosolyog, és befedjük az egészet azzal, hogy legyünk jó barátok. És akkor beszélünk türelemről, eltűrésről, ami kell. Tehát én protestálnék minden túlzás ellen. De majdnem a gyakorlatban egész életemet így egyetemi világokban töltöttem, és persze orvosmányaim nagyon erősen ilyen irányokba mentek, ilyen típusú emberekkel dolgoztam, és ma meg vagyok győződve arról, hogy a legnagyobb és a legnehezebb munka az, hogy az embereket visszavezessék arra, hogy higgyenek a saját méltóságukban, ami le van írva a II. Vatikáni zsinaton, az emberi méltóságról szóló iratban, amelyeket úgyis ismernek, hogy vallásszabadság. És ez a legnagyobb feladat a jövőre, nevelőknek. És ebből alakul ki bennem az, hogy az egyháznak a legfontosabb feladata ma gyógyítani az értelmeket. Egy nagy illúzió jött a II. Világháború végén. Azok a katasztrófák,
amik megütöttek bennünket, és amit mi sokkal jobban éreztünk itt, akkor még én is itt voltam, ugye, háború alatt. Azok, igen, fegyveres összeütközésben születtek meg, ez teljesen igaz, de ugyanakkor fegyveres fölkelést lehet fegyverrel leverni, de ez nem gyógyította meg az értelmeket. Azok a fogyatékosságok, amik különféle ilyen divatok, bölcseleti iskolák megmérgezték az értelmeket, az tovább jut. És finomabb formában a problémák folytatódnak. Mint mondom, önzően gondolkodok. Ezért nem tudok mást gondolni, mint például, ha az egyházról beszélünk, és új evangelizásról, akkor nekünk el kell kezdeni neveléssel. És az emberekbe fölébreszteni az öntudatot a saját méltóságukra, mert ezt veszítették el. Amikor egy ember azt mondja, hogy nem hiszek az abszolút igazságban, akkor ő azt mondja, hogy én tehetetlen vagyok. Én nem tudom, milyen irányba kell menni. És akkor ezt betakarjuk azzal, hogy szórakoztatjuk magunkat, ami megy állandóan, betakarjuk azzal, hogy mint az evangéliumban Jézus mondja, az emberek az ítélet előtt esznek és isznak, és meglepődnek, hogy valami más történik kívül. És ez a betakarás a mostani technológiai fejlődés miatt ilyen hatalmas. Régen ez nem lett volna ilyen formában lehetséges. De ma az annyira erős, nem azzal, hogy azzal is, de ne vélek, nem azzal, hogy rossz ideákat dob be. Kevés olyan rossz ide, amit valaki ne dobott volna előtte. De az elvonja az embereket a gondolkodástól. Többé az emberi méltóság nincs ott. És az emberi méltóság éppen az, hogy én láttam a csillagot, tudom, hogy ott van, és azt követem. És ez abszolút, mint a három keleti bölcsár volt. Hölgyeim és uraim, ez olyan, mintha vallomásokat tennék itt előttetek. De nem tudok ettől megszabadulni. És ugye ebből következik, hogyha mi az egyházban azt mondjuk, hogy új evangéliumot akarunk vinni, akkor sürgősen azt mondanám minden személynek, aki akarja hitet hirdetni, hogy ébreszt fel az emberekben a saját méltóságuknak a tudatát, Istenhez hasonló teremtmények, és olyan valaki, aki nem képes az igazságot megismerni, az nem Istenhez hasonló. Az nem lehet. Mert egy lény, aki nem képes arra, hogy még a saját eredetéről, életéről, életének céljáról valamit biztosan tudjon mondani, az elveszett az időknek a tengerében. Az semmi más, mint egy papírhajó, amelyiket a hullámok dobnak ide-oda. Mint mondom, lényegében itt nagyon élő 20 éves tapasztalatról beszélek. És persze, én ezt finoman kezelem, nagyon finoman kezelem, soha, de abszolút soha nem megyek semmiféle haszontalan vitába, és tényleg próbálom mindig a jókedvvel való kérdezgéseket is. A legtöbbet, amit el tudok élni, sok esetben, hogy tényleg ők is elkezdenek kérdezni. És tényleg elkezdik kérdezni, hogy hát ki vagyok én. És ha nem tudom, én 5 év alatt találok 3 ilyet, az egy hihetetlen nagy győzelem. De hány és hány cikk jön ki minden nap, hogy mi a nyugati krízis? És én azt mondom, ugye itt ezen a helyen, én állok itt szegényen a két sántik a lábamon, mondom, a krízisnek az oka, hogy az ember elveszítette a tudatát a saját méltóságában. És amikor azt mondotta, hogy én nem hiszek az abszolút igazságban, akkor én azt mondotta, nem vagyok Isten képére.
És attól kezdve tévedik. És ezt kell gyógyítani. Ezt kell gyógyítani a családokban, ezt kell gyógyítani az iskolákban, ezt kell gyógyítani az egyetemeken, és a krízis tényleg nagy. Mi mást mondjak? Eredetileg én ezt az utolsónak akartam hagyni. De aztán lassan-lassan az utolsó héten úgy fölmerült bennem, hogy te ide hallgass. Jobb, ha erről, amikor erről beszélsz, azt egy ilyen lényegesen beszéled meg. Inkább csak említs meg, hogy mi a probléma a többiekkel. De ezt érdemes kiérdétek vetni, mert ti is tudtok róla gondolkozni, és tudtok nekem egy e-mailt küldeni, mondván, hogy atyám, a gondolkozását felejts el. Az igazság az, hogy mi jól vagyunk, az igazság, hogy mi jól irányban vagyunk, jó szerencsét, jöjjön újra, legyünk barátok. Tessék, Szabolcs. Igen. Most van 90 perccel vagyunk együtt, és van még 15 perc, hogyan gazdálkodjunk az idővel. Igen, Tereza? Atya, én igen picinek érzem magam, hogy... Lassan. Igen. Én igen picinek érzem magam, hogy az atyának az egész gondolatmenetre válaszoljak. De a szünet után különösen megörösödött bennem az, hogy nagyon a fejbe történik minden. Hogy nagyon? Nagyon a fejben történik minden, amiről beszélgetünk. Márpedig az Isten, ez egy nagyon erős élmény. És olyan világban élünk, ahol az élmény rettenetesen fontos. Uh-huh. Még a híradások is, amelyek valamikor tárgyilagosabbak voltak, ilyen esemény, színes eseményként akarják őket ugye tálalni. Én azt gondolom, hogy Isten megismerésének más útjai is vannak, nem feltétlenül csak, nem akarom a Szent Pált tényleg megcáfolni, hogy hallomásból is így tovább, de van más út is, és azért itt mertem jelentkezni, mert én egy olyan közösséghez tartozom, amelyet Szent János Bogárnak hívnak, nem tudom, hívják, nem tudom, Szent János Bogár. Szent János Bogár. Igen, nem tudom, hogy a atya ismeri-e, jezsuiták spirituális vezetése, Szabolcs atya vezetése alatt történik ez a dolog. Most értek véget a gyerektáborok. És egy táborvezető a listára a következő levelet küldött ma. A tábor előtt egy anya hozta kételkedve 13 éves lányát. Mondván, hogy ez a kislány az nem, mi nem vagyunk hívők, a kislány nem tud imádkozni, meg elég szabad szájú, nem is tudom, hogy engedjem-e a táborba. Azt mondja a táborvezető, hogy csak nyugodtan engedje és küldje be a táborba, szeretettel fogják körülvenni, és biztos minden nagyon jó lesz. Hát ez az anya nem olyan nagyon hit benne, mert azt gondolja, hogy azt mondta, hogy olyan, hogy mindenki szeret, az nincs, de végül is belement ebbe. És vége lett a tábornak, és az anya telefonál a táborvezetőnek. És azt mondja, hogy sír a gyerek, mint a zápor. Mit csináljak vele? Hát mondja meg neki, hogy jövőre újra van tábor. És jövőre jöjjön a gyerek a táborba, és akkor meg lehet ismételni ezt, ami volt. Most pedig csak ölelje meg, és vigasztalja valami esmi. És ez az anya azt mondta, hogy maga tudta azt, hogy ez lesz. Na most a Szent János Bogár táborok története több mint 20 éves. 25, most már lassan igen. A minden évben több ilyen tábor van, gyerek, kamasz, ifjúsági. És nekünk ilyen fajta tapasztalatunk sok van, hogy egy szeretett teljes közösség nagyon sok minden élményt tud okozni, ilyen elementáris erejű élmény. Egy olyan élményt, egy olyan tapasztalatot tud adni, amelynek nyomán valamikor megjelenik az a kérdés, hogy mitől más ez a közeg, mint az én osztályom, vagy más helyek, ahol fordulok meg. Mitől
ezek az emberek így miért viselkednek így? És így tovább, és így tovább. És akkor utána már belép az értelem útja, akkor belép a hitünk tartalma, megindoklása, és így tovább. De lehet, hogy ez is egy fontos út, amelyet pont gyerekkorban, de végül is felnőtt korban is ismerjük a megtértek élményeit, azok nem csak fejbe zajlanak, hanem nagyon sokszor egy belső élmény, és így tovább. Tehát, hogy nem tartom reménytelennek a nem helyzetet. Nem tudok más mondani, hogy igen, igen, igen. Hát persze, hogy van ilyen. Persze. Azt fölfogni, hogy nincsenek ilyen események, tehát ahol Isten közvetlenül beszél a lélekhez, különösen kisgyerekekhez. Az van, és van bőségben. A probléma az, hogy nem ők irányítják a társadalmat. A másik az, hogy sose szabad vagy-vagy szempontból gondolkozni. Ha mi kizárjuk az értelmet, vakok vagyunk. Ha mi kizárjuk az érzelmet, bénák vagyunk. Tehát mindig ilyen tudatosan kell gondolkozni, és ezt minden szót örömmel hallok. És nem tudok mást mondani, legyen minél több Szent János Bugárt. Azért ez hozzátartozik ehhez a történethez, hogy teljesen kiinduló pont az, hogy a táborokban teljesen középponti helyet foglal el a gyermekek személyiségének, méltóságának, az abszolút tiszteletben tartása, a teljes egyediségének. Szóval ez az, amit nem csak nem mondunk, hanem csinálunk. Szóval ez egy lényegi. Nem tudok mást mondani, mint hogy Isten éltesse őket. És legtávolabbról se volt bennem, hogy ezt kizárjuk. Ez mind hozzátartozik az összképhöz. De azt tudjuk, hogy nem ez a helyzet a kormányokban. Tudjuk, hogy nem ez a helyzet egyetemeken. Tehát egy ilyen beszélő egyedül, az nem tudja soha az egészet együtt leírni, de hogy mint egy óvatosságból hozzáadjam. Amiről nem beszéltem, azt nem tagadtam. Tehát ez nagyon fontos. És minden ilyen kezdeményezés, ez pontosan belesik abban, amit mondok. De van egy másik terület, és ezt tudjuk jól, abból, ami a társadalomban történik. A társadalomban nem lehet elkerülni azt, hogy észszerű törvényeket hozzunk. És észszerű törvények, azok nagyon nagy sok jót tehetnek. Szóval még egyszer mondom, amit mondottam, azzal én nem zárok ki semmit, amiről nem beszéltem. Ezt nagyon világosan akarom mondani. És így hirtelen mi együtt találjuk magunkat. Igen, Magdi? Csak ehhez egy kis statisztika. Csináltak olyan pszichológiai vizsgálatot, hogy olyan emberekkel, akiket egy nagyon erős Isten élmény ért, hogy e szerint az élmény szerint éle 2, 5, 10, 15 év múlva. És az az eredmény jött ki, hogy 10 ember közül 2-nek marad meg ez az értékrendje, és azt is megvizsgálták, hogy miért marad meg ennek a 2-nek, és azért, mert olyan emberekkel tart kapcsolatot, akik hasonlóképpen megélik, és tovább viszik az életükbe ezt az élményt. Tehát az ész, a szív, az élmény ész nélkül, tehát anélkül, hogy ne legyen meggyőződésé, kevés. Én egy egyszerű magyar tanár vagyok, de ugyanezt tapasztalom, hogy egyszerűen nem lehet úgy tanítani, mint 20 évvel ezelőtt, mert a jó katolikus családból származó gyerekek sem fog. Egyszerűen egy nagyon érzékeny, nagyon klassz patronába járó 8-os kislánynak nem tudtam megmagyarázni a szép pilonkát. Azt mondta, hogy micsoda hülyeség, hogy valaki szerelmes lesz és belehal. Vagy a Pál utca, vagy a Nyilas misét Baleknak tartják. Az áldozat hozatal az, és ezek aranyos jó gyerekek, szóval igen. Nem kiégettek. Pontosan. Meg. Igen. Szóval Szent Ignácnak van egy híres mondása, illetve írása a lelki gyakorlatos könyvnek az elején, hogy jó legyen a közlekedés a lelki gyakorlatozó és a vezetője között, akkor azoknak mind a kettőnek nagy lelkűnek kell lenni, és mindig arra gondolni, mi a legjobb értelme annak, amit a másik mond. Szóval itt mi úgy vagyunk, mint akik mozaikot tesznek közbe egy képre.
mindegyik ilyen kép, mindegyik ilyen beszámoló, az rendkívül értékes a mozaikban, de végül is az emberi társadalom az az egész mozaik. És mit tudok én más csinálni, ugye szegény ember, mint hozom a magam tapasztalatát. Mit csináljunk? Na most van-e még valami? Van-e idő? Igen, igen, egy következő kisferi, és van-e még más is, aki, igen, jó, ez a kettő, három még István, jó, így akkor hárman, már volt alkalma szólni, úgyhogy így hárman mondhatnak, kérdeznek valamit, és utána akkor el is értünk a három helyet. Épp egy Szent János Bogártábor túlélő. Nekem csak nagyon érdekesen cseng egybe az előadás eleje azzal, ahova megérkeztünk, és amiről most elkezdtünk beszélni, hogy úgy kezdted, hogy az állítások kultúráját éljük, és mindenki a maga igazát állítja, és a végén kiderül, hogy nem is hisznek abba, hogy ilyen létezik. Hát így... Ugye, hát ezt konkrét dolgokba kell megnézni. Ez konkrét dolgokba, hogy mi az pontosan, amiről... Úgy értem, hogy talán sok problémánknak ez a belső meghasonlottság lehet a mélyén, hogy nem tudjuk, mit kell kezdeni. Az mert... lehet, tudnék, egy ember mondhatja azt, hogy nem hiszek egy által egy abszolút igazságban, de hogy akkor van egy véleménye. És az a vélemény az életet ad neki, és azt mindenkire próbálja rátenni. Egy ember az egy nagyon komplex masina, hogy úgy mondjam. Szóval ilyen van. És az egyik probléma az, hogy mi nem akarjuk a problémát se látni. Az hányszor és hányszor megtörténik, közösségi kell, legyen az egy iskola, legyen az egy plebánia, legyen az egy szerzetes rend. Komoly problémáik vannak, és szembenézni az egész valósággal az nehéz. De engem most ebben a pillanatban igazából nem érdekel. Engem az érdekel, hogy az emberek hisznek-e saját magukban. És tényleg hisznek-e abban, hogy van abszolút igazság. Mert ha már ennyiben hisznek, akkor már majdnem ott tartunk, hogy van egy Isten. Szóval én mondjuk egy nagy komplex problémát egy oldalról próbáltam megvilágosítani, és nem elméletből, nem valamilyen véleményből, hanem amit élő emberekkel megtapasztaltam. Az nem kétséges, azt hiszem, hogyha például ilyesmit mondok, lehet egy kicsit túlzás, hogy a modern szórakoztatási eszközök elérték azt, hogy az emberek sokkal kevésbé gondolkozzanak, mint azelőtt. Tehát manapság az emberiségnek nagy része nincs kint a pusztákon, a mezőkön, ahol látják az eget, ahol látják a tengert, ahol látják a szépségeket. El vannak öntve részleges képekkel, és ezeket a részleges képeket hordozzák állandóan magukba. És ez olyan tömegben jön állandóan, hogy végül is elnyomják ők bennük az emberi gondolkodásnak a normális folyamatát. Emlékszel, atya, Orbán Miklós jezsuita atyára Torontóban? 30 éve kérdezte, hogy Szabolcs, mit gondolsz te? Az amerikaiaknak több mint 10%-a nem infantilis? Ezt mondja 30. Igen. Ez csak egy adalék. A következő kérdés Löwenből jön, a Bleide Inkomstrát. Emlékszel még a Magyar Kollégium? Atya, köszönöm szépen. Magyar csodálatos. Tessék? Köszönöm szépen, ez csodálatos beszélgetést inkább, mint előadást. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ugye a nyelv problémája a zsinaton, az nagyon sok alkalommal felvetődött már, hát nem mindenki tudott latinul, vagy jól latinul, aztán egyesek elkezdtek hát anyanyelvükön olaszul, franciául hozzászólni, írni, és hát különböző képek, a különböző nyelvek miatt különböző képek és elképzelések éltek a különböző atyáknak a fejében. És én azt szeretném kérdezni, hogy atya fiatalként mit látott, mi volt érzékelhető ebből, hogy tényleg volt egy csoport, aki szerette volna mindenáron keresztül vinni a latin mindenhatóságát. Keresztül vinni mit? Ezt a latinnak a mindenhatóságát, vagy a latint, mint egy közös csatornát,
holott ez már nem volt érezhető, vagy pedig mindenki megpróbálta egy olyan nyelvet találni, amivel sikerült kommunikálnia a mellette ülővel. Mit mondjak? A kérdés az, hogy visszahozzuk-e a latint a liturgiába? Tessék? Hány nyelven beszéltek a zsinaton, hogy megértették-e egymást különféle nyelveken? Ez a kérdésed? Igen. A zsinatnak az igazi munka az nem ott történt a Szent Péterben, az a komisszióban történt. És ott általában mindig, nem csak hogy általában, mindig úgy volt, hogy voltak nem tudom 10 tagok, és akkor keresték mi a közös nyelv. És az egyiknek, mindegyik értett angolok, angolul beszéltek. De az igazi munka, azoknak az iratoknak a formálása, az mind kis csoportokban történt, amikor aztán az kikövesedett, és így tovább, tovább, akkor ment az egész püspökség alá. Szóval nem volt panasz a nyelvvel kapcsolatban. A keretiek, azok franciául beszéltek, azután, hát mit mondjak, én is fordítottam latinra angolnak a beszédét. És akkor ő felolvasta, és hát ő bízott bennem, hogy az volt. Ugye? De ez minden nemzetközi találkozó megtörténik. És ott pláne, amikor képzeld el, 2200 ember jön a világ minden sarkáról, és erre tudnák egy viccet is mondani, de nem mondom már most, majd legközelebb, ha jövök. Az egyik, aki nem értett jó latint, az egyszer azt mondotta, nekem nincs problémám. Én mellettem olyan valaki ül, aki okos, bölcs és tud latinul. Én mindig figyelem, hogy szavaz. Tehát nekem 2 szavazatom van. Hát ez vicc. Kedves atya, nagyon köszönjük az idődet, energiádat, reméljük lesz még majd folytatása is, de most eljött már az idő, már időn túl is vagyunk, mint amit mondtál. Még ha valaki személyesen itt meg akar keresni, egy 10 percet van, hogy akkor beszélgetni, tehát a fönnmaradt kérdésekkel nyugodtan lehet idejönni. És 7 órakor a Jézus Szíve templomban pedig kezdődik a gyászmise Dér Wolf János atyáért, aki 95 éves kora előtt nem sokkal most elhalálozott, egy 96. évében. Úgyhogy köszönjük szépen az atyának a mindazt, amit hozott. Egy nagy tapsot. Az anyagnak még csak a felét érintettük. Igen, és hát ezért majd keresünk egy alkalmat, hogy a másik felé is kerülhessen. Jó. Akkor mindenkinek a legjobbakat, örülök, hogy együtt voltunk.